hogy az utóbbi idők egyik választási szlogenjével éljünk, ahogy János említette, miért megtettem, nyomja meg a gombot. Nyomja meg a gombot, ez most már Megnyomtam a gombot 2022. április 8-án, és elindult az élő hírfolyam, mind a Facebookon, mind a YouTube-on. Üdvözlöm a kedves nézőket, hallgatókat, és Gábor János. Ezt így szoktam én. I igen, igen, üdvözlet. Itt pedig Tóth Daniel Hokedli stúdió vezetője <hállt> és a CEO, és. A... Nagyon szépen köszönjük, hogy figyeltek, fületek. Öt napja egy új uh, ciklusát kezdte meg a Magyarország gyűlés, úgyhogy erről most egy kicsit több. Nem fogunk szöszmötölni ilyenekkel, eredményekkel, meg ki mit mondott, meg kinek mondta, mi történik a világban ennek hatására, és hogyan értékelték már néhány nap elmúltával józan eszek az egész kialakult helyzetet. És hát Velünk tartani a péntekben, egyrészt itt a Facebookon, másrészt pedig, hogyha a YouTube csatornán nézed, akkor ott csak tessék subscribe a Hokedis Studio YouTube csatornáját, illetve podcast formában utólag visszahallgatható, hogyha az a kedvenc forma. Google, Apple uh, Podcasts, Spotify, Deezer, RSS.com, Podcast.hu. Az mi az a Deezer? Uh, szintén zenehallgató alkalmazás, és rajta is vannak podcastek. Szerencsére van Facebookja, Instagramja, Twitter -ja és a büszke kutyának. Tessék követni a kis felfülőt. Egyébként actual dog. Ezt már, már kérdezték. Tehát, hogy, Micsoda? Hogy igazi kutya. Tehát, hogy ez egy igazi kutya így lett -e. Ja, hogy egy valódi kutya, áll a háttérben. Én sem kérdeztem. Nem. Nem. Aztattam, Igen, hogy de hogy ez miért merül fel ez a kérdés az emberekbe? Nem hogy tudom. valódi vagy nem valódi, vagy élő vagy halott kutyáról beszélünk. E, de, hogy ugye, ugye, ugye hogy egy grafika, és hogy mégis honnan jött. Ja, hogy van egy élő állat, aki le lett rajzolva. Ott, akiről ez... lett, és egész konkrétan van egy élő állat, aki le lett rajzolva, és az a büszke kutya logója. van, ez, az angol kifejezés, hogy you are a dog person or a cat person. Tehát te egy cat person vagy Voltam Egyébként voltam <laughs> Ilyen óriás kivitelő a mocskáitok nagyok, vannak. Nagyok, nagyok, nagyok Mi ez van a márkája ennek a Csak kettő állatnak? van neki. Amerikai. <gül> <gül> ja, bocsánat. <laughs> amerikai Ugye, mocsika. az választások eredményéről akarunk beszélni, akkor ne amerikázzál. <laughs> orosz. Várjál, most melyiket kell mondani. Nem lehet tudni, Német. nem lehet tudni. Annyit azért, Hú, annyit mit azért mondja? Igen. bevezetőként mondjunk el, hogy ugye megtörtént vasárnap a választás, amit mindenki tud, a kedves nézők és hallgatók is tudják, ahol a fidesz KDMP 130 mandátumot szerzett, DK Hat. Jobbik 136, bocsánat, azt akartam, itt van előttem, ja, nem igen. tudom elolvasni. De csak elharaptad a hatot. Ja, bocs, Igen. mert időközben változott. DK Jobbik LMP msp Momentum párbeszédnek a koalíciója 55 főt, a Mi Hazánk 7-es fő, és a Magyar Nemzetiségi önkormányzat, vagy nem tudom mi az MNO, ő egy fő. Igen. A, a német. Magyar német? Igen, magyar-német. Igen nem tudom, igen, jel, igen, önkormányzat igen nyert, nyert, egy, egy ilyet. A, ez a választás.hu-n vagyunk ma, mai pénteki feldolgozottsági adat, 98,97 százalék, tehát ez már nem változik. Időközben a, 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 friss eredmények kijövetele után változott a Fidesznek plusz egy jel, ugye? Igen, okay. a határon túli levélszavazatok, amik, amiket, amiket nem firtattunk főség, az előző műsorban, hogy, hogy mi lesz velük, meg egyebek, de, igen. de ez a kétharmados többség, amit, többség, amit sokan alkotmányozott többségnek hívnak, ez innentől elkerülte azt, hogy ezt vitatni lehessen, hogy van -e érdemes lenne érdemes foglalkozni azzal, hogy azok érvénytelenek, nem érvénytelenek, meghekkelték, nem hekkelték, a, a, halott székely szavazók szavaztak-e, vagy nem, ahogy, ahogy Bödöcs fogalmazott, mert akkor a győzelmet adhatta a Fidesz, hogy ezzel nincs értelme foglalkozni. És igazából a baloldali elemzések érdekesek ezekből a szempontból, hiszen ha mondhatjuk azt, hogy a vesztes oldalon vannak, akkor innentől szerintem csak azt érdemes nézni, mert hogy a jobb oldal elemző, hogy mennyi, mekkorát győztek, annak semmi értelme nincs. De egy mennyire önreflektív az, hogy mondjuk a vesztes oldal hogy áll ehhez az egészhez, az utóbbi egy hétben az, az már viszont érdekes. Te mikkel találkoztál? Um, igazából uh, volt néhány olyan uh, volt néhány olyan uh, gesztus, amit uh, említésre sem méltó, tehát hogy, uh, hogy, uh, hogy hogyan minősítették már utólag már a kudarc ismeretében bizonyos politikai szereplők és kit, meg mit, meg hogyan, uh, mert így nem. Tehát egy egész egyszerűen Őszinte leszek a rohadtul elment a kedvem attól, hogy megpróbálja kitalálni, hogy mire gondolt a költő. Hát, hogy mire gondolt a költő akkor, ami, költő, akkor amikor uh, úgy Itt a döntött, hogy A költő, az elemzőre gondolsz, vagy a A, a politikusra. A politikusra, bocsánat. Tehát hogy nem, én nem akarom már megfejteni, egyáltalán nem érdekel. Hogy mire gondolt a költő, amikor úgy döntött, hogy, hogy, hogy összefogást akar, egyáltalán nem érdekel, hogy mire gondolt a költő, amikor az előválasztásban kampányolt saját maga ellen, mert egy összefogás ellen időnként így másoknak és egyáltalán nem érdekel a távol maradni. Nem. Tehát, hogy így... Tehát a mai műsornak. É, és, 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 igazából megmondom őszintén, hogy különösebben örömittas nyilatkozatok meg a másik oldal, az se érdekel. az, Tehát, az annak nincs értelme különösebben, ilyen... hogy elmagyarázni. Tehát olyan, mint a foci, mert csak hogy Tudod, mi volt, amikor mi focisztunk? Focis hasonlat, foci, tessék, focis igen. Tesszük, focis és a focis oldal van hatalma most. E mikor már nagyon lerészegettünk a, mér a, győztes mérkőzés után, akkor volt egy olyan lehetőség, hogy a góllövő álljon fel az asztalra és mesélje el a gólját. I Tehát is lőttél egy gólt, amiben megnyertük a mérkőzést. Hol van a gól? De már nagyon részegek voltam. Hol van? Álljál föl, mondd el a gólodat. Mindenki tudja, hogy milyen volt a góla, de az volt a lényeg, hogy te mennyire tudod kiszínezni ezt a fantasztikus teljesítményt. De igazából de a orgászokra, is van, orgászokra is van, de akkor is gondolom az alkohol a a a al al fogyásának a mennyiségével arányos ez a é. dolog, hogy mekkora egy csász, -császarak vagyunk. Teljesen lényegtelen azzal foglalkozni. Szerintem annak van tanulsága, hogyha egy, egy baloldal leül, és azt mondja, a gyerekek, hát elkurtuk, vagy mit tudom én. Azt mi? már mondták, most valami, mondták, más valami, kell. valami <laughs> mást kell mondani. Igen. De hát ez azért nagyon érdekes, mondjuk onnan kezdődik ez az egész megfigyelésem nekem, tehát, hogy Márki Zaj Péter kiáll a családjával, és 20 perc múlva, vagy nem tudom hány perc múlva jelenik meg Karácsony Gergely, is. ki az a hölgy? Hú, nem jut a ki, volt elnök. Még. A Momentum elnök Bocsánat, nem fogja szemlítni, elnézést. Donáltam, ne, nem Donáltam. Szerintem Anna. Szerintem Anna, Don, biztos, hogy Donát, és hát akkor biztos, hogy Anna, Anna de Donát, Annak így a momentum állt, állt a ki, és ott valamit nyökögtek, a többi nem állt ki, és utána néhány perc, vagy néhány óra múlva jó, a parizeres Péter jobbikos, oh, jobbikos, Péter. jobbikos e, elnök állt, és azonnal belerúgott Márki Zajba, és, és Gyurcsán Ferenc egy ilyen, egy ilyen Hát, ő begyinázott, a... begyinázott gondolatsort leadott a kapitányról, aki vezeti a hajót bármilyen irányba, és nem tudom mi. Hasonlatok. Hasonlatok kép, képekben próbált festeni Gyurcsán Ferenc. Nagyon érdekes amúgy, ugye, ugye az összefogás esetében ugye a két legerősebb pártnak, a, a, a két legnagyobb párt az összefogásban, ugye a DK meg a Jobbik, hogy pont az ő vezetőik érezték úgy, hogy ebben az ügyben valamilyen módon meg kell szólalni, és, és azt pont, pont, így tették meg, de azt mondom, tehát tényleg nem akarom minősíteni, mert megmondom őszintén, hogy a, a bennük lévő indulatot megértem. Persze, hát azt, beletettek hogy, sok belót. Így van, sok, rengeteg és, és tényleg azt gondoltak, most valami, egymás felé fordították az egy arcukat, ugye, mert amúgy politikai ellenfelek voltak ebben. Igen, Én azt gondolom, igen. hogy a másfél év az marha kevés arra, hogy egy ilyen összefogást igazán jól megépítsenek, de azt mondtam, hogy na hát akkor most összefogtak ők, összefogott a baloldali ellenzék, és mögé ő beállhatott, mögéjük a baloldali érzelmi emberek, és most egy igazi esélyt adtak annak, hogy a másik oldalt leváltsák. Az az igazi csalódottság azoknak, akik, akik az összefogásban hinni szerettek volna, hogy volt egy nagyon, nagyon érdekes íze ennek az egésznek. Egy egy olyan, ö, egy olyan fajta felemelő íze, tök mindegy, hogy ki hogyan gondolkodik. Tehát ezt most én úgy gondolom, hogy, a, hogy amúgy, a, amúgy Fidesz szavazó, meg úgy gondolom, hogy az ellenzéki szavazó is egyet tud ezzel érteni, hogy volt abban valami felemelő, hogy ezek így tudnak beszélgetni hogy meg tudnak egyezni dolgokban. Tehát, hogy mint alapötlet úgy értem, van benne egy felemelő üzenet, hogy lehet ilyet csinálni, hogy lám, mert ilyet, ne, mert ilyet az rendszerváltás Ott magyar vétél, emberekből nem tudta senki. elképzelni, hogy összefognak de és valamit sem. Pláne úgy, ennyire ellentétesen gondolkodnak, Igen. de de ez már egy modern, nyugati típusú, és ez itt most egy kultszó az elemzők szerint a nyugati típus, egy modern nyugati stílusú, lobbizó stílusú politizálás indult el az Ellenzékben, ahol meg lehet az beszélni, hogy attól, hogy te másképp gondolkodsz, attól még nem foglak téged utálni. Lehet másképp gondolni dolgokat, nem is kell egyetértenem veled, neked se kell velem, de meg tudunk egyezni abban, hogy bizonyos dolgokat így, a, B, C, D, F, ki, én engedek A, te engedjél a G-ben. Ez, ez, a, igazán, ez ami az alapelve és a műsorunknak, egy, amit mi hiányolunk a közéletből, igen. hogy leüljenek emberek egymásra, és, és valós problémákról normális mederben, mindenféle gyilkolászás elővetítése nélkül tudjanak beszélni. Állapodjunk meg annyiban, hogy legalábbis ez egy jó üzenet lett volna, nem? Igen. Sőt, az is volt, mert ugye ez valamilyen módon meg is valósult. Tehát, hogy az utoljátékát már egyébként kár hirtelen felindulásból, csalódottságból, kitvítelt meg kiposztolgató dolgokkal hazavágni, mert eleve a közösségi média az olyan, hogy a, a, tehát az első impulzus alapján kiírni rá bármit, amikor az emberben vagy szeretet van, vagy utálat, vagy csalódottság, az biztos, hogy egy utólag megbán ható dolog lesz. Amiről a kiker, ez hét ez ennek az az, itt is Ennek az üzenet a, számomra, hogy mondjuk Mike Zaj az, az, Péter azt mondja, hogy én kértem, hogy a családom álljon ki velem. N teljesen jó, de még a, 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 politikusok beállhattak volna a család mögé, mert mi meg szeretnénk támogatni téged és a családodat. Ez, a kommunikáció szempontból azért hibás ez a dolog, mert így innentől Nincs, elveszítették a lehetőségét. A... Elárulták, hogy valójában nem változott semmi. Igen, elveszítették a lehetőségét <laughs> ja. annak, hogy mondjuk ezt tovább vigyék. Mm, talán nem, de ez már legyen Hat, az ő bajuk. De Hallottél valószínűleg legyen? nem is akarják tovább vinni. De igazából nagyon érdekes, hogy, hogy talán a, a, a baloldali médiumok közül is, talán a Partizán emelkedik ki azzal, ami egy mondjuk azt, hogy egy internetes videós csatorna Gulyás Márton vezetésével, ami régóta arra készül, hogy, hogy baloldalról leváltsák az Orbáni hatalmat. És ezért tett meg sok mindent, de folyamatosan az utóbbi másfél-két évben közéleti emberekkel ő is próbált normálisan beszélgetni, természetesen baloldali irányban, amivel semmi, semmi probléma nincs. Hát vállaltam, van egy oldala, hát van ilyen igen. Így van, Nem. és, és Két nappal a választási vereség után, vagy hárommal megjelent Tölgyesi Péter az ő stúdiójával, és Tölgyesi Péterre beszélgetett egy óra 41 percen keresztül. Tölgyesi Péterről annyit kell tudni, hogy a rendszerváltó politikai elit egyik embere volt, aki az sds ben politizált nagyon hosszú ideig, sőt volt az SDS frakció vezetője is, és az SDS es karrierje után néhány évvel átült négy éves ciklusra a fidesz padjaiba és azóta politikai jellemzőként politikus politológusként él tart előadásokat és hát ez az interjú annak sem már mér... nem politizál már hát, Tehát jó nem ideje, ideje azt, nem politizál kell Mi is politizálunk, hát, ne? hát, bocsánat ő, jogos. nem politikus Jaj, de szép igen az hát ugye sokféle nem hát ugye ugye hogy nincsen, nincsen olyan módon közilleti szerepe hogy nincs tiszt, tisztsége egyetlen párban sem, legjobb tudomásom szerint. Igen. 2006 óta talán? Nincs Tehát... 2006 óta. Ott teljesen indult. Ezt, az igen, bocsánat, meg is találtam az infot. 2006 után nem indult újra választáson és visszavonult az aktív politizálástól, úgyhogy azóta elemző, hát ő jogász professzor. Ezt és a podcast-jellegű beszélgetést én javasoltam a mai beszélgetés témájául, mert amikor végignéztem, én élőben néztem ezt a beszélgetést, akkor már éreztem, hogy itt végre egy olyan elemzés születik a választás után, amivel, amiről érdemes beszélgetni, és ami irányadó lehet mindegyik oldalnak, hogy hogy van egy ember, aki megjárta a rendszerváltás sűrű. Itt, járt itt, járt ott. Van egy fiatal riporter, aki baloldalinak vallja magát, és a nyugat eszméit tartja közelebb magához, és le tudnak ülni, és tudnak úgy beszélgetni, beszélni erről a választási eredményről, hogy közben a Fidesz szavazókat nem nevezik ostobának és fogatlannak. És akkor itt kell visszacsatolni viszont arra a szóra, amit külön kiemeltem, hogy lesz még jelentősége, mert ameddig legalábbis eljutottam a tölgyesi interjúban, ugye a nyugat, mint kulcs szó merült fel, meg a nyugati típusú ellenzék hogy valahol ugye itt történt valamilyen fajta törés, ahol, amitől egy visszafordíthatatlan folyamat indult el, ami a lakosságnak csak egy adott szegmensét fogja megérinteni, a másik pedig nagyon el fogja utasítani, és nincs átjáróház. És mindeközben egy olyan személy vezette, aki pont az átjáróházban reménykedett, hogy nagyon szerette kiangsúlyozni, hogy ő vallásos jobboldali politikus, MZP, és ő szeretett volna a Fidesz szavazót elvenni. De innentől, hogy rásütötték ezt a tssk, uh, nyugati uh, bélyeget, valami furcsa, bizarr módon mondja ezt az ember hogyha nem gondolja végig azokat a folyamatokat, amiket tölgyesi, rohat jól megvilágított Igen. ebben. Egy nagy meglepetés, hogy miért akarom én, tehát hogy, ahogy, hogy magyar nemzeti globálisan magyar fejjel gondolkodva, hogy mi a jó isten csábító van nekem a keletben, ahonnan nekem jó dolog nem jött a tatárjárás óta, az se volt az, uh -huh. uh, és és vajon mi a vérvörös? Szájba tekert. <laughs> Retekért. Volt szimpatikusabb, valami oknál fogva mégis, egy, ne nagyon szépítsük, mert mindenhogy próbálta magáról lemosni, ugye, bocsánat, meg ki kell mondani a kormány oldal, a keletbarát. Tehát miért volt szimpatikusabb az orosz ki Oroszország, Kína, Törökország felé húzó politikai kör? Erre mondta azt, Tölgyesi Péter, hogy ez nem így tette föl neki gulyás a kérdés, hogy te fel a kérdést, de hogy ez badasság. Mert Nálam oh, jobban, igen. <laughs> nem, 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 mert nagyon érdekes volt az, hogy az 1 óra 41 perces beszélgetés szerintem nettóban 1 óra 30 tölgyesi volt, mert Gulyás hagyta szerintem, meg, meg hát jókat mondott. mindenkinek. Hát minek, meg nem, minek? Válaszolt igen, kérdéseidre nem, nem válaszolt a kérdéseire. Nem válaszolt a kérdéseire, általában azt mondta tő, hogy, nem, előbb, azt mondta tölgyesi, hogy ez, ezen a vonalon az még végig mennék, de majd válaszolni fogok a kérdésedre. De az a durva, hogy megjegyezte mindent. Brutál, brutál a csávó, a csáva, igen. Igen. teljesen brutál. Igen. Erre mondta azt, hogy itt egy kicsit félreértették Orbán Viktor politikáját, mert Orbán Viktor nem azt csinálta, hogy ő elkezdett Putyinnal haverkodni, meg a kirgizekkel, meg akárkikkel, és az Európai Unióval egyáltalán nem. Ez csak a média szinterén volt, mert neki szüksége volt ellen, ellenségre, amit a népének mutasson ellenséget. És Orbán Viktor tudta a népi lelket, hogy milyen nyugatta igazából mindig ellenség, a nyugatot mindig ellenségként tekintettük, mert soha nem mentettek meg minket. Például 56-ban sem mentettek meg minket, Értem? hanem azt mondták, hogy jövünk, jövünk, tartsatok ki. Most és ez benne van a néplélekben, és uh -huh. Orbán jól figyelt föl erre, és azt mondta, hogy az Európai Unió az ellenség, mert a magyarnak mindig kell egy ellenség, a kapitalizmus az ellenség, erre is fog, mondott valamit, és közben így jól jól jönnek, jó, jó magyar vállalkozóként lenyúlt mindenkit. Lenyúlt a lenyúlt, azt szerint, a lenyúlt szólt, idézi azt, adani azt adani szerint, igen, azt idézőjelben gondolta Tölgyes is, hogy az Európai Uniós dolgok is kellenek nekünk, az anyagi, meg kell a, az orosz gáz, meg a kirgiz, nem tudom mi volt ott, kirgiz akármi, kőbazalt, kő, kő bazalt, olaj, származék, mindenhonnan okos vállalkozóként lenyúltak, a tipikus példa az, hogy magyar bemegy a forg, utolsóként bemegy a forgajton, és elsőként jön le, és ez az embereknek tetszik, ezt szeretik. És valószínűleg, hogy hogy ez, ez, ami még a háború ellenére, és meg a Covid ellenére is megelőzte azt, hogy Márki Zaj Péter azt mondja, hogy nyugathoz kell tartoznunk. Uh -huh, értem. Mert az embereknek azt mondták, Ja, és akkor azt, azt, azt felejtettem el, hogy hozott még egy nagyon jó példát, azt a példát hozta, hogy a melós az mindig baloldali volt. Tehát a kommunista pártnak ja, volt baloldai szemét. személy. És mostanra a, a, a Fidesz melós, a munkás igen. pártnak lesz a képviselő. És erre Gulyás kimeresztette a, a szemét, azt mondja, hogy a rendszerváltozás mindenkinek jót hozott, kivéve a melost. Mert a Melós az a munkája mell a munkája mellett fusizott maszekolt akármit rengeteg nagyon jó. Var azt mondja, hogy hogy teljesítmény is hogy azt mondja, Virt. Virtuózi szinten csinálta meg azt, hogy mindenfelől összeszedte a kis pénzét. De miután bejött Igen. a rendszerváltozás, ez eltűnt. A melósnak nem volt ilyen bevétele. Nem tudta hogy... meglopni a munkaidejével a munkáltatóját a teljesítmény elvonással, amit alkalmazott. Ugye bár, hogy nem dolgozik nyolcat, csak négyet, és uh, fusizik aztán délután Igen. A Kádár mondta azt, hogy nálunk, aki dolgozik, az boldogul. Uh -huh. Orbán Viktor. Ennek a jelmondatnak fejlesztette tovább a... a... munkaalapú társadalom, de volt Aki erre Aki dolgozik, mondani. az kap. Ja. Ugyanaz. Aha, értem. És most jött vissza a melósnak az, hogyha melózol, Mi itt ez, melózol, itt melózol, mindegy, hogy kidolgozod a beledet, mert régen is a kommunizmusban is kidolgoztad a beledet a fusiba, bejártál a munkahelyedre pihenni, ez volt a klasszikus, klasszikus mondás. Hát ez nagyon célra Hogy az hogy most engem. is az van, hogyha dolgozik, akkor összetudja szedni a zsét. Aha tehát ez ne, nem, nem kiskapu hagyás? Jó, nem akarok hogy a most megteni. mindegy. Most, arra, Tölnyesi, most arra lett az, Igen. hogy a munkásosztály és Orbán Viktor megjárt be. Igen, mert ugye, ugye lehetősége van széthajtani magát a pénzért, és... De nem. legalább van. Aha, értem. Hát a gazdasági része, részét be, belegondolva azt, hogy mit, fog, tehát mit okoz, a szocialista, tehát ez a, ez a szocializmusban megszokott ö, ö, hozzáállás a magyar társadalomnak, meg a magyar munkahelyeknek, meg a magyar gazdaságnak, hogy, hogy aki dolgozik, az azt jelenti, hogy bent van. És valójában ő valami teljesen mást is csinál mellette azzal párhuzamosan, utána meg előtte, meg hamarabb megyek, mert most ki kell mennem fusiznia valahova. Ugye annak is van egy felvevő rétege, hogy a fusizót foglalkoztatja valaki, ugye bár, aki ö, támogatja ezt ö, a feketén odadott pénzt, mert akkor. De mert nem. megnézem, hogy hánynak van mellette vállalkozója, és ö, ez az egész egy ördögi körben. De meg itt, itt nem fejlően. azt szerette volna érzékeltetni, hanem azt szerette volna érzékeltetni, hogy mennyire Nyugatbarát, a többségi szavazó. Aha? Semennyire, mert ő azt látja, hogy a kapitalizmus az elvett tőle. És Orbán Viktor, mindegy, hogy hova fordult, nem elemzi ezt a, ezt a szavazó, ezt a hétköznapi szavazó, hogy merre fordult, hanem az, azt elemzi, hogy van a meg van pénzem most jelen pillanatban zsebembe, és meg tudom venni az unokámnak a csokit. Ezek az elemzési szempontok, nem a bal baloldali elemzési szempontok, hogy a Nyugathoz tartozunk, és akkor majd úgy fogunk élni, mint, mint, a, mint a, a németek. Mert ezt a, a, a kétkezű melós, ezt nem Ja, igen, ez ezt, az, nem tart. Ez szem egy előtt, pont szokott így lenni van. köztünk is, hogy ugye én vagyok az a, én vagyok az, az idealista, aki, aki, azt, aki a, amióta erre a földre született, az, és nézi a magyart, én is az vagyok nyilván, és nem tudom feldolgozni ezt a kicsire vágyáshoz való ős tehetségünket, hogy véletlenül se akarjál többre törni. És itt most társadalmilag gondolok, és nem arra, hogy hogyan ügyeskedik valaki, és akkor abból épít fel dolgokat, mert ugye azt is lehet egyfajta előretörésnek nevezni, de hogy, hogy az, tehát hogy az arra van a nagy hogy többség azt, te a azt társadalom, volt, hogy azt tűzünk ki célul, hogy életben maradjunk, ne hogy azt tűznénk ki célul, hogy úgy éljünk, mint a német. Azt tűztük ki célul, hogy életben maradjunk csak. De, és, ne, és a magyar társadalom, és itt most azért mondom, hogy általánosakban beszélek, el van törve ebből a szempontból, Uh, és, és nekem feldolgozhatatlan, hogy uh, ugye csak is kizá Ő elégedett azzal, hogy meg tudtam venni a csokit. És engem pont ez a meg tudtam venni a csokit része az arra, oké, okay, ez egy nagyon szép dolog, tök jó. Az egész életedben abban reménykedtél, hogy eljutsz egy olyan anyagi szintre, hogy meg tudod venni az unokádnak ezt a jobb csokit. Ez van jó uh, De soha az életben nem tanultál meg ennél többre vágyni. Ez volt az a cél, amit kijelöltek neked, hogy eddig van neked, és nem tovább. És a magyar társadalomban engem ez a, ez a mondom, az őstehetség a kicsire vágyásra van, hogy azt hiszi, hogy ez a plafon, hogy megengedhetek magamnak mindennapi apró icipici luxusokat. Hogy elmentem egy pár napra a Balatonra, hogy vettem egy csokit, lakás négy kerék, két gyerek, mit tudom, és hogy, vagy négy gyerek, vagy, vagy négy gyerek, vagy két kerék, vagy mit tudom, én tudod, ott volt, végem a szlogán. Hogy, hogy, ez, hogy, hogy, beval, hogy belőtték, Különböző fajta kommunikációs eszközökkel évtizedek alatt, itt most nem az elmúlt 10-12-ről beszélek, ez évtizedek uh, uh, sara, évtizedek alatt politizált emberek sara, és a múlt, uh, a múlt uh, rendszerből ered, hogy be van lőve egyfajta plafon, hogy te annál följebb nem érhetsz. És van egy elégedettsége, az embernek, amikor elérte azt, hogy vagy ki tudott bérelni egy olyan lakást, ami már tetszett neki, meg jól érzi magát benne, vagy meg tudta azt venni, egy pár évvel ezelőtt még meg is tudta venni, talán. Most már csak úgy tudja megvenni, hogy a szül három gyereket. Talán. És a férfi. Hogy csinál három gyereket. Ja. Talán. <laughs> Vegye főre előre a mindenféle. Azt, ami bocsánat. És uh, hogy, hogy, a hogy, 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 hogy nincs tovább nekem célom, hogy, hogy befejeződött az önmegvalósításom ezzel. Hogy a rendszer hosszú-hosszú évtizedek alatt, óta, még egyszer mondom, tehát nem akarom egy oldalra kenni, azt építette fel, hogy ez az én önmegvalósításom. Eddig érek, és ennyit érek, és nem vagyok több. És egy ilyen társadalmat uralni, az egy baromi ö, hálás dolog, mert ez öregem, ez nem akar többet. És ehhez képest meg, amikor Japánban találkoztam vele egy japán hírrel évekkel ezelőtt, hogy tüntetések törtek ki, mert megemelték az áfát, kapaszkodjál meg valamiben 5 7 ra és tüntetések törtek ki, akkor tudod, hogy a kettő között, pedig a japán ez egy nyugodt nemzet, olyan fegyelmezett, engedelmes nemzet. Igen, be is ültek a torpedókba. És úgy, és úgy, ja. És itt ilyen apró mozgás, mozgásról volt szó, és 5-6 odát fizeti az áfának, mint a magyar de kiment érte tüntetni, mert megemelték egy-két százalékkal. A magyar meg évtizedek óta fizeti a huszona, huszona, a világ bajnok magas áfa. Senki a világon, a szupergazdag ország, az új zélandi kertvárosi ügyvéd nem fizet 27 százalék áfát, de a magyar melós igen. Hát meg telik rá. Összegezve, ez a problémám, hogy nem ide kellene belőnünk magunkat, hogy ne fogadjuk el azt, hogy csak kicsire lehet vágyni, mert te úgyse érsz el többet. Mert ott meg fog állni mindenki. Elégedett vagyok, kész vagyok hátradől. Ez a problémám a magyar társadalommal. És ezt így vállalom is. De most ez, ez, ez nem gondolom feltétlenül a politikusok hibája. Aból a a, a politikusok kihasználja, az viszont már igen. Igen, természetesen. Jaj, de jó, meg tudta venni a csokit, kapott egy utalványt, akármit ő már boldog. De, 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 tudod, boldog. Miért, boldog. Tudod miért boldog az, hogy meg tudja venni az unokának a csokit? Mm. Mert előtte nem tudta. Tehát, hogyha lett volna egy olyan történelmi periódus az életünkbe, hogy sokkal jobban élünk, mint ahogy jelen pillanatban élünk, akkor azt mondjuk, igen. hogy ezeket döntsük le az összeset, mert úgy akarok élni, ahogy ők éltek. Értem. De mindig lent voltunk tartva, hogy te mondod, vagy, vagy mindig lent tartottuk magunkat, vagy mi teljesen mindegy, hogy hogyan fogalmazunk. Ó, ezt közös erővel lehet a legjobban csinálni, igen. Úgy, ahogy Nagyon k... megy nekünk. Így igen. van. Úgy, ahogy az összefogás megmutatta, azt, hogy mit lehet közös ha Valaki el... másnak kifelé lehúzzuk. Közös erővel én. Igen. Nagyon érdekes dolog, dolog volt, amit a közvéleménykutatásokról mondott. A... Te öregem! Igen, az még meg van. Az a része Nem, meg nem is az, hogy tölgyezi, amit én gondolok róla. De mert ugye, ugyan, Igen, érdekes, tölgyes. mert beszélgettünk a múlt héten nagyon sokat a választás előtti pénteken, hogy a közvélemény kutatás, hogy mennyire áll a politika mellett, vagy mennyire a vannak a... Mennyire, mi, milyenek, hogyan, hogyanok, milyenek. És azt mondja, hogy a közvélemény kutatás nincs is már közvélemény. Jaj, tényleg! Még mindig tölgyesítől idézünk be, tölgyesi Péter. Én a jogász, ezen a vonalon fogok menni, és a János nyugodtan elkalandozhat. Nem ö, nagyon jó, figyelem. Azt elismer, azt azért tudni kell, nem, nem kell tudni, nem. Én ahogy éreztem, inkább azt mondom, hogy, hogy Tölgyesi Péter uh, pozitívan uh, áll az Orbán kormányzáshoz, így fogalmazok. De politológus lehet, hogy független, meg minden, de ha valaki nézi mondjuk nagyon ultra balról, akkor azt mondja, hogy hát ez, ez Orbán, Bérenc, meg amiket szoktak kapni ettől az embertől. Az is nagyon lehet. És bármikor, igen, de bármikor... Uh, kritizálta, akkor jól esett nekem, mert azt mondtam, hogy akkor mégiscsak mer kritikát megfogalmazni, és az egyik kritikája az volt, hogy az Orbán rendszer nem teszi leve lehetővé a szabad beszédet. De az ellenzék is támadja azt, aki az ellenzék ellen van. Aha, igen. És ez nagyon érdekes. Mondás. Külön-külön kellene elemezni mind a kettőt. Tehát hogy az Orbán, Orbán rendszer ugye azt mondta, hogy teljesen állami pénzen folyt egy politikai propaganda mondjuk a közszolgálati tévékben, amit támogatta a kormány. Ez nem... Ez egy gáz, ez egy nem szép dolog, amit művelt ugye a, a, a kormány ez a dologgal. De azért az is bennem van, hogy amikor amikor bármikor elismered a jobb oldalt egy baloldali társaságban, akkor ők azt mondják, hogy Fidesz Bérenc vagy. Gyerekek. Ezen sürgősen a... változtatni kell. Mindkét Fú, dolog, nagyon. dolgon. nagyon-nagyon mert dolgon. Uh, tehát annyira, uh, tehát annyira, uh, tehát annyira um, nehéz úgy beszélgetni, tudod, amikor, amikor nagyon egyetértünk. De tudod, így eszembe jut, hogy. A, igen. hogy uh, hogy ez a fajta, ez a fajta iszonyatos ö, ö, ellentét, amit állandóan szeretünk egymással szemben érezni, hogy mindenáron be akarunk húzni különböző zászlók alá embereket. Néhány hete fogalmaztad meg az egyik műsorban, nagyon jó, hogy mi politikai szempontból határozzuk meg magunkat, Igen. mi magyarok. Mint hogyha, mint, hogyha azon múlna az, mint hogyha azon múlna az életünk. És az, hogyha van, mit tudom én, olyan intézkedés, vagy olyan előny, vagy egy olyan idea, amit a, egy politikai oldal képvisel, és annak egyetértesz, egy, azon egyet e az eleméjében. egy adott dolog akkor eleméjében. te az vagy. Tehát, ha, akkor, Onnantól az Ha neked tetszik az izé, családtámogatási rendszer, Fidesz akkor Bérenc. te egy Fidesz bérrendszer vagy, rohadjál meg, izé, de kövessék ki a Facebookon, tele volt, tele vele a közösség. Jaj, volt, mi, aki szavazott, az, az izé, a az ki a barátaink között. aztán ott, aztán, ott van a másik, hogyha hogyha szerinted hülyeség a népszavazás és ö, egyébként lázítás egy szexuális ö, vagy egy gender kisebbséggel szemben, akkor te egy rohadt balos, izé, senki senkiházi vagy, mondja a másik oldal. És nem tudunk a kettő között átmenetet létrehozni. Hát hány embert ismertek, aki egyébként családos, de semmi baja nincs a melegekkel, mert ezen kár bármit szépíteni az egyébként nem mellesleg érvénytelen népszavazásnak az, ú, um, az egész indítatása, egy melegellenes hangulat keltése volt, amiből politikai hasznot lehet nyerni. Mondja ezt, ez egyik oldal. A másik oldal azt mondja, hogy meg kell védeni a gyerekeket. És uh, megfogalmaztak egy olyan kérdéssort, ami mindenkit elbizonytalanít, mert ugye egy olyan fajta kéztényt állít, hogy, uh, hogy uh, Engedélyeznéd de hogy a, hogy voltak a kérdésekben, nem, nem is kell pontosan nézni, szóval szóval. hogy a szülői, szülők beleegyezése nélkül nem változtató ö, műtét, népszerűsítéséről nézzen előadást. Hát most se lehet. Hát nem. Tehát aki igenne szavazott, nem döntött semmiről. Aki nem el szavazott, nem döntött semmiről. Aki érvénytelennel szavazott, az tiltakozott, de nem érdekli őket a. Vagy, hát bocsánat, de az érvénytelen szavazatok mint, száma, mint, hogyha nem érdekelne senkit pedig az egy tiltakozás volt, hogy ezt így nem lehet. És emberek, akiknek amúgy semmi bajuk nincs a, a melegekkel, meg még a nem változtatással sem, mert hogyha valakinek, valaki felnőttként és és bizonyos vizsgálatokon átesvett, könyörgöm, az abortus előtt szakemberrel meg, meg pszichológussal kell beszélni, hát ezzel egy nem változtató műtét előtt is kellene. Tehát ahelyett, hogy létrehoznék neki egy szabályos keretet, amitől ez az egész rendben van, nem, inkább támadom, inkább, inkább csinálok belőle valamilyen fajta nagyon riasztó dolgot, és azok is, akiknek egyébként nincs bajuk, a nem változtató műtétekkel, jaj, nehogy már a gyerekeknek beszéljenek ilyen, ilyesmiről. Ki akart? Mi lenne, Meg? ha az lett volna a kérdés, akart? hogy ha nem változtató műtétekről beszélnek a gyerekeknek az iskolában, az aktivisták, akkor lépjen, hatá Mi? lépjen, az hatályba, lépjen hatályba a törvény. Mit szól ehhez? Pontosan. Tehát, hogy az egy korrekt kérdés lett volna, hogy nincs olyan, hogy egyszer csak besitál egy aktivista az osztályfőnök óráján és azt mondja, hogy MAK. Hát de az intézményvezetőnek engedélyt kell ráadni, nem fog, mert egyébként erre is már vannak adott esetben törvények is, elbírálhatja. A tanár nem dönthet úgy, hogy nem fogja bevinni az osztály elé a témát, mert nem fogja, vagy éppen megfogja, de akkor csak, hogyha a szülők azt mondták, hogy lehet. Tehát ennek megmondok a kialakult rendszeréhez ez egy felesleges önmagát zárójelbe tett népszavazás. És mégis mennyi embert, ö, mennyi embert és mennyi ember veszett össze rajta, mert ugye csak részben értek vele egyet, de ha te részben egyetértesz azzal, akkor te már egészben olyan vagy, amilyen, és hogyha te csak részben értesz egyet ö, azzal, hogy e ez neked nem tetszik, akkor meg te egész olyan vagy, amilyen. És rühelhető, bocsánat, nem, ki rühellem ezt a, szak... ezt a, zászlók alá behúzást, hogy mindig mindig, mint a meg kéne bélyegezni. Ezt a... Ez egy megosztás. És szakemb... ennek nem szabad felülni. Szakemberek polgárháborús helyzetnek hívják, én ezzel mindig meglepődök, mert ja. tudod, én azt gondoltam, hogy ezt fegyverekkel vívják, de közben szavakkal is. Vannak Ugyan, ugyanolyan, így van, ugyanolyan mélyre tudunk kerülni. És itt a közvélemény kutatások témájában írtam még föl, amiről te is beszélsz igazából, hogy ha nincs normál vita, akkor nincs mit mér. Érni, mondja, Igen. mondja a tölgyesi. Öregem, tényleg. És mekkora, mekkora, hát... és igazából most nem, nem akarom itt magunk, magunkat itt e, e, azonosítani azzal, hogy már több, egy éve elkezdtük ezt a műsort, és tényleg az alapja az volt, hogy normálisan beszélgetni dolgokról, de igazából szerintem azt nézd, pont, pont a? Meg én. Kiabálok? Ja, az Mert egy én másik szoktam. dolog. De pont, pont, a... azt hittem, már nem hallok nem valamit, és szokta. közben kiabálok. Hogy... Hogy pont a mi korosztályunkban érik meg ez az igény, én azt gondolom, és mi is azért kezdtünk el ezzel foglalkozni. Szerintem is párbeszéd. Hogy, hogy igazából egy, egy norm, normális párbeszéd, hogy utána legyen mit mérni, mérni a közvélemény kutatóknak És a mediának itt említettünk, 50 éves közvéleménykutatói kutatói rendelkező ö, a szakmai ö, vezetője, Hán Endre, láttam egy podcastot vele, és azt mondja, hogy be kell vallania őszintén, hogy ő ilyen politikai támadást nem kapott még, éppen baloldalról kapta azt, hogy, hogy, azt mondják rá, hogy Fidesz Bérenc azért, mert kijött egy nagyon jó eredménnyel, ugye, ami még messze elkerül, amit a Fidesz elért eredmény, de azt mondja, amit hogy beva, bevallja, bevallja, így van, bevallja őszintén, hogy hogy átgondolták a következő kutatásnak a publikálását, hogy ki merjék e írni azokat a számokat. Melyik kutatást? Tehát, hogy meg akartak jelenni még egy közvéleménykutatásra, ahol a Fidesznek jobbak a számai, de azt mondták, hogy nem teszik ki, mert a baloldal elkezdi őket olyan mértékben támadni. És ez hogy ez a szabad beszéd korlátozása innentől? Hogy ez e... ez a... hogy a... e... És töl... Tölgyesi mondta erre, ő ezt a példát hozva, Hánenre példáját, hogy ez a nagyon antidemokratikus közvéleménykutatókat megtámadni a kampány idején, de azt mondja, attól sem zárkozik el, hogy vannak kimondottan párthoz közeli közvéleménykutatók. Tehát, akik manipulálják a számokat, amiről beszéltünk is a, a múltkori adásban, hogy, hogy igazából a kampány része és egy kommunikációs eszköz az, hogy közvéleménykutatásokat dobok a piacra, és ezzel manipulálom az embereket. Igen, ez, aminek szintén egy, egy ideális világban nem lenne helye. Tehát egy ideális világban az, egy a de demokratikus a, világban. Egy demokratikus világban, ami tényleg klasszikusan az, Hogyha manipulálja a számokat egy közvélemény kutató, akkor az bűncselekmény kellene, hogy legyen. Igen. Azért börtönbüntetés kellene járjon, irgalmatlan pénzbírságok, mert mi a különbség között, hogy manipulálgatta egy kicsit a számokat a közvélemény kutató, hogy jobban essen a mitomi x-oldali szavazónak, mint hogy manipulálgatta egy kicsit a, a, a 24 órás vérnyomásmérő adatait az orvos, hogy egy kicsit jobban érezze magát a beteg. Placabó, ugye, nincs olyan hatás. nagy baj hogy az ott bűncselekmény lenne, mert félrevezette, egy, de ez... Egy normális ez... társadalom vagy demokráciában ki kellene kérni magunknak, hogy hagyjátok béké a Mert ezen alapján a, csinálhat a... Az a, egész onnan kéne induljon, hogy ki kellene szűrni, törvényt kell rá hozni, hogy bűncselekmény legyen a, manip a számok manipulálása, erre ugye ki kell dolgozni, hogy honnantól az, tehát ezt nagyon pontosan meg kell határozni, mert most egy PDF-be átírogat valamit a közlemény kutató vezetője éjszaka, amikor senki se látja, érted? Most ezt hogy buktatod le? So. De, de valamilyen törvényi keret, valami elrettentő keret, az Isten áldja meg ezt a következmények nélküli országot, tudom, hogy ezt használt egy Én... de az, hogy itt bárki öregen, bárkire bármit mondhat, büntetlenül és bármit elkövethet, mert senkit nem érdekel, nem fogják érte felelősségre vonni. Előjött, a beszélgetés során kapcsolódik ide, a Jobbik és a mi hazánk e, problémája. Ugye azt mondják, hogy e, nagyon, nem, nem várt sokat Jakab Péter pár órát, és azonnal belerug, belerugott Márki Zaj Péterbe, hogy nem, a, nem, az Orbán rendszert, hanem az ellenzéket buktatta meg egy ilyen Facebook videóüzenetbe, videó üzenetbe. És utána napokkal később jött a válasz, nem Márki Zajtó, hogy... hogy igazából a jobbik vidéki szavazói hiányoztak az ő győzelmükhöz, hiszen Budapestet hozta a, a, amúgy is balos szavazói réteg, és hogy azt mondják, azon folyik a vita, hogy a Jobbik szavazóit elszipkázta-e a Mi Hazánk, vagy a Jobbik szavazóiból kapott a Fidesz, és igazából azt mondják, hogy a, hogy a Mi Hazánknál az a probléma a közvélemény kutatással kapcsolatban, hogy a szélső jobboldali nézeti ember az senkinek nem fogja megmondani semmilyen közvélemény kutatónak, ja, és ezért lett meglepetés a Mi Hazánk győzelme, hogy bekerült 6 ugye, vagy 7 képviselője van, mm -hmm. Hogy ezért ott meglepetés, mert ezeket a szélső ö, jobb vagy baloldai ö, elemeket nem lehet mérni, mert ezek az emberek nem annyira füszkék, hogy ide szavaznak. De mégis De ezt oda megtesz, hát ezért... ez, is, ez is egy érdekes titok, amúgy. Igen. Tehát, Igen. Ezek, szerint, ezek szerint nagy részük szégyelli ezt. De mégis oda szavaz. Lehet, hát nem ez, ne ez a jó on. kifejezés, hogy szégyellli. Vagy fél a támadástól? Fél a támadástól is, meg talán így. Nem tudom, nem tudom, mi a jó Igen, rejtőzködő szavazó. Rejtőzködő szavazó. Ez ez nem jó. mondja meg. Tehát, hogy, hogy az az érdekes jelenség jött, hogy a közmények kutató is abból a szempontból meg volt vele lőve, hogy, hogy ő nem tudta megmond, megmutatni azt a tömeget, ami a mi hazánkra fog szavazni. Tehát jött az, hogy a a, át lépik, a egyiknél se lépte át a parlamenti küszövet a mi hazánk. Egyik mér mérésnél sem, emlékszem rá múlt héten beszéltük a legutóbb, a legfrissebb egyiknél és ahhoz képest azért tehát nem egy vékony vonalkával lépte át, hanem elég határozottan átlépte azt a, azt a vonalat, amit akart, és se, egyik se számított rá, ahogy például a közéleink kutatók sem számítottak újabb kétharmadra, Uh, beszéltem azóta uh, olyannal, aki pontosan tudja, a Fidesz sem számított két, messze nem, mert a saját méréseik alapján egy egyszerű többséges parlamenti kormányzásra készültek, mert azt látták, hogy az lesz. 110 volt az optimista, 110 mandátum volt az optimista uh, szám. Uh -huh. Az optimista mérés a kormánypárton belül. És ehhez képest azért hát, nyilván érthető az örömük. Mert itt valami teljesen én, más Én azon, azon az nagyon naív és elvi állásponton vagyunk, hogy, vagyok, hogy nekem ö, szavazó, egyszerű hétköznapi szavazónak miért van szüksége közvélemény információra ahhoz, hogy eldöntsem, hogy kire szavazzak. Tehát a választás előtt miért kell nekem tudni bármilyen kézvélemény kutatás Nem muszáj megnézned vagy nem muszáj követned, de hát ez egy hozzáférhető információ, csak csomó embert meg érdekel. Engem érdekel, én kíváncsi vagyok rá. Bár innentől már jóval kevésbé. Tehát hogy ez volt az a választás, ami, ami eltörte a hitem egyébként végleg a közvélemény kutatókban, és ez is egyébként egy baj, tehát hogy a Hán Endrére visszautalva, tehát hogy ő azt nézte végig, hogy az a szakmája, az a az a sikertörténet, amit ő 50 év alatt egy sikeres, nevet szerzett, nagyon tapasztalt kutató iroda élén vagy abban dolgozva töltött el, hogy hogyan tették ezt tönkre azóta feltűnt megjelent közvéleménykutatók, akik a közvéleménykutatók ellensúlyozására, politikai érdekből, azok ellensúlyozására jöttek létre, hogy mondhassunk mást is. Mert hogyha kihirdetik a közelemény kutatási eredményt a reális számokkal, amit ugye tudományosan szakmai gyakorlat alapján megvan, akkor kell mellé rakni valamit, ami valami mást mond, ami most a főnök utasításainak hát meg, megfelelő. Meg az az se jó, hogyha van. jó számok jönnek ki, mondjuk kétharmados számok jönnek ki a Fideszről, mert akkor elkényelmesednek a szavazók, április, ezt mondta, Töjés is, hogy Sokan április, akár a... hanyadikán esett a hó, nem megyek el, mert úgyis megnyerte a Fidesz, én Fidesz szavazó vagyok, de olyan jó meleg van itt, úgyhogy nem megyek el. Tehát az se biztos, hogy jó, egy olyan pártnak, aki új a, a, a győzelemre szeretne törni. Úgyhogy hát manipulálni kell a számokat. Trükkök és százai. És ez teljesen normális lehet, és amikor a, ma egy magyarnak a, megmondod azt, hogy, tehát, hogy a korrupció az egy olyan szinten elfogadott dolog lett, hogy hogy, hogy, hogy nem, hogy nem bűn lopni, hogy, hogy ez rendjén van. Ez, le, ez volt a következő, amiről többet. beszélt Tölgyesi. De folytasd, bocsánat. Ennyi lett volna a lényeg, hogy, hogy, hogy olyan szinten ö, rezignáltak lettünk a korrupcióval kapcsolatban, hogy bármekkora összeget el lehet tőlünk venni lopni, és akkor itt utalok vissza arra, amit mondtam, hogy megtanultunk ugye vágyni a csokira, és nem veszük észre, hogy lehetne kertvárosi házunk, ö, szép autóval, mint egy német átlagembernek. Mert ott az átlagember él úgy, ahogy a magyar társadalomban a jó módunak számító Fajtott. kertvárosi, az az átlagember. A többi meg, aki hasonló szinten él, de egyébként még mindig sokkal jobban, mint a magyarok többség, az meg a bevándorló. De azért vándorolt oda, mert ott még mindig sokkal jobban él bevándorlóként, aki másodlagos, másodvonal mindenhol. Nem szeretik kimondani, de valahol mindig ugye kevés. Kis és nincs probléma, sem nem kell szavazni. Sajnos úgy is áll hozzá. És uh, ugye alacsonyabbra értékeli az a társadalom a bevándorlót, mégis sokkal jobban él ott, mint itthon. És ezek baromi tanulságos dolgok, és a magyar megtanult vágni a csokira, hogy ezt elértem, ah, de ezt most ezt az idézőjelek csak a hasonlat miatt ne, mondom. persze. És uh, nem kívánok többre vágyni, ergo azt sérve hogy mennyi pénzt lopnak el a fejem fölül. És ez egy nagyon jó bemérhető dolog, hogy meddig lesz elégedett a társadalom. Ezt ő másképp magyarázta a korrupcióval kapcsolatban. Nem azért, nem azért. A korrupció okosabb. de Én állítom. <laughs> Igaz, hogy okosabb, igen? de nem így magyarázta, hanem egy szóba került a korrupció is, hogy a Magyarország történetében voltak korrupt politikusok. Mindig is voltak korrupt politikusok. De itt, nem, itt a száz éves történelemre vetít ja, vissza. Igen. De voltak olyan politikusok, hogy a korrupciót arra használták föl, hogy, hogy, nem maguknak akartak, hanem hogy a politikai pártjuk, vagy az ország előre jusson, és megkorrumpáltak más embereket. Viszont az egy új dolog, hogy úgy korrupt mondjuk Orbán Viktor, hogyha arról beszélünk Orbán Viktor korrupció és a választások ügyében, hogy ő magát, a családját, apját, vejét teszi gazdaggá. Tehát uh -huh. Erre nincs a régmúltból példa. Uh -huh. Viszont annyi pozitívót lát ebben, vagy annyi, a, úgy látja másképp, ezt nem hiszem, nem hiszem hogy pozitív munként emeli ki a korrupciót, hogy ö, innentől nem függ senkitől. A, a horn, meg az összes többi más a rendszerváltozás utáni kormányoknak az volt a baja, hogy korrupt oligarchák segítették őket a hatalomra. Uh -huh. És ezért ők kértek valamit. És mindig köztük vergődtek ezek a kormányok. Jelen pillanatban Orbán erre nincs szüksége, mert ezeket lenyeste. Ezeket az, az ő oligarchái természetesen megvannak, de azok lojálisak hozzá, de nincsenek. Hát akinek nagy volt a szája, azt legyen, te valószínűleg ezért hozta fel Tölgyesi is ezt a, És ez, ezt a ezt ezt, ez egy teljesen negatívunként emeli ki, uh -huh. viszont az itt jön, amit te mondtál, hogy a magyar emberek viszont úgy szocializálódtak ezzel a korrupt rendszerváltozás utáni időszakkal, hogy azt mondja az átlagember választó, nem te, hogy hát igazából én is csinálnám, ha ott lennék. Hát, ja. Ér. Te, 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 te is ezt mondtad, és ez, és ez igazság. És Értem. innentől nem arról van szó, hogy ez rossz dolog, hanem arról De van szó. De ez nagyon rossz dolog, ne, 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 Nem, Igen. amit ő mond, hogy, Igen. hogy nem nem ezt akarja kiemelni, hanem azt, hogy. Hogy ez normálissá vált, és. Nem. És mit akartam ezzel mondani? Bocsánat. Nem, nem, semmi gond. Éh. Ha ott lenne ő is csinálná. Ott lenne ő, ő is, is csinálná ő is kiosztaná ja, valószínűleg a pénzt. Ja, igen. igen. hogy a választások szempontjából ez nem jelentett semmit. Tehát amikor azt kezdte elmondani a baloldal, aki között ott van mindenki, aki már legalább egyszer volt korrupt, hogy a választások szempontjából ez semmit nem jelent. Azt mondják, hogy a kicsit láncon viszik el, amit a Jakab Péter mondott, meg így, meg úgy, meg amúgy, mindig visszacsatolódik az ember arra, de legalább itt tudtam venni csokit. Igen, ez szóval a csoki csokit. Ha már Csoki ki példáját visszük végig, érted? Jön, értem. Tehát az embernek lepereg a vállára, ez a korruptság dolog, már nincs olyan ember, aki ne gondolná azt, hogy ezen vagy azon az oldalon, vagy hogy politikus létezik Magyarországon, aki nem korrupt. Tehát ezzel nem lehet választást nyerni, nagy nehezen kinyögöm. Uh -huh. Tehát, hogy ez volt a probléma. Hú, derszomorítottál a... végére? De tudod, hogy ez így Aha, van. Értem. De azt szeretnéd, hogy ne így legyen és az Mert szeretném, szok, hogy ne így életi legyen életi szok, szok. igen. Igen, mert hogy a, ugye, ugye a, a, politikus, a politikusnak az a dolga, hogy, hogy ő az, aki vigyázza a nagy közös pénztárcát, és azt az ország javára köti el, és ezért egyébként meglehetősen jó fizetéseket kap. Nem busásat, de nagyon jót. És az átlag emberhez képest nagyon jól vannak, és nagyon jól vannak fizetni. Jó, és még nem beszélünk arra, az, amit az, az is kiderült, az egy már megházai derült ki, hogy nekem legalábbis, hogy ez olyan, ez olyan, mint a politikusnak lenni a parlament, vagy olyan, mint focistának lenni. Hogy van egy jó alapfizetésed, amit a klub ad, vagyis Igen. Magyarország ad, Igen. és közben vannak a, a szponzorációs díjai. Egy Nike hát egyik cipődön Nike, egyik lábadon Nike, a másik Adidas, és mind a kettő ad 3-3 millió eurót ezért. Na Aj. itt a politikusok is kapnak különböző érdekek től még a zsebbe pénzt. Nagyon érdekes volt az, hogy a tesztje volt az, hogy, hogy egymás, egymás, után dőlte ki a, a csontvázak a választás előtt a szekrényből, hogy ugye um, ugyebár hogy az oroszok számára átjáróház az orosz hekereknek ugye a külügyminisztérium gyakorlatilag előttük Magyarországon nincs titok, és nincsenek illúzióim, hogy ezzel hogyan élnek vissza. Akkor ugye néhány hónappal korábban a végrehajtói ügyek, illetve az annak kapcsán ment, mint kiderült, sok százmilliós megvesztegetések, de iszonyatos meggazdagodások, lezsírozott szerződések és pályázatok, és, és, és mindezeknek a tömege, is, ezek ugye, tehát, tehát van, olyan, van olyan ellenzéki politikus, akinek erről szól a Facebook oldala. És iszonyat, hogy napi szinten, vagy minden második, harmadik napon kihoz valami olyat ember, hogy ez hogy, 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 hogy nem tudod, hogy hova megy el a vérnyomásod is. Magyarországot ez nem érdekli. És ez érdekes, hogy ugye Tölgyesi erre tette rá, Tölgyesi Péter, aki megszakértette a témát ugye a Partizánban, erre tette rá egyrészt ott a riportert, másrészt a nézőket is, hogy a, hogy a magyart egyáltalán nem érdekli, hogy hogy lopják meg. Egy kicsit sem izgatja. Az mozgatja, hogy milyen fajta elemi ösztönös érzelmeit tudja kielégíteni egy hangoskodással, egy szavazással, egy más leugatásával, vagy más nagy egyetértésével. Vagy, vagy, egy nála nagyobb emberül tudod, nagyemberek nagy emberek, meg föntről szóltak. nagy emberek föntről szóltak, gyűlölöm a kifejezéseket. Te vagy fönt, meg te vagy a szavazó, te adtad a munkát. Te vagy fönt, nem ő. Hogy, hogy amikor, amikor, ezek, ezek jönnek szembe, akkor, 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 tényleg, tényleg meg vagyok lőve, hogy, hogy nem értem azokat az embereket, akik ki van akadva azon, hogy mondjuk a, hogy mondjuk nem figyelt oda, és a, és a szupermarketbe eltolták a százasával a kosarat, akkor örjön. Érted? Ja, Érted? Vagy vagy, én vagy vagy én, én Vagy teljesen értem. a zsebéből egy doboz cigit, én és így teljesen... megkergetődnek, hogy... de az nem érdekli, hogy hogyan tűnik el a jövője esélye, iszonyatos összegekkel, amit rá kellett volna elkölteni, de nem rá lett elköltve. És az Unió egyébként ezt elégelte, meg ugye ezért, jön, ezért jöttek különböző intézkedések. És most elkezdtük nem szépíteni a dolgokat, de hát nincs rajta mit. Hát, ezek kész tények is, és, és, miért, miért, érdekelne, érdekelné hatalmon lévőket egyáltalán? Ennek a kiderülése, hogyha neki az jön szembe az összes közvénykutatásban már hagyjuk, de a választási eredményből, hogy ezek őket hát nem érdekli. Az érdekli, hogy, 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 mit mondok, hogy, hogy bedobok neki témákat. Ráharabgat itt izé, popápokra, olyan, mint a popápok -ok a neten, hogy hú, ezt is, hú, ezt is, hú, ezt is, tudok azonosulni, hú, az rohadjon meg. Ez, 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 tehát, hogy tényleg ez akarja meghatározni az életünket, hogy most milyen ingerek jöttek szembe, most kit kell rühelni. Tehát igazából a, a haragoskodás, az egymás alacsarkodás, az egymással összeveszés, meg az egymás zászló alá behúzása évtizedek óta, mert ez nem csak a mostaniak bűne, és ne, itt nem a kormányra, hanem úgy mindenkire gondolok, aki politizál, hanem ez, ez évtizedek óta annak a generációnak, meg aznak a politikus társadalomnak a bűne, akit a hatalomhoz jutottak akár csak egy inci fincihez is. Hogy ezt, hogy ezt így mélyíti, 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 de meddig? Régen volt egy ilyen mondás, hogy ugye a magyar volt az egyetlen, aki a Szovjetunió felbomlását, mint csatlós állam, mert ugye nem a Szovjetunió része voltunk, hanem csak egy beszállító. A, tehát, hogy van, van egy, hogy, mint csatlós állam. Hogy talán mi volt a, a, csatlós az, a mi az, voltunk A csatlós az akarja, nem? Hogy az kicsit ott legyen, nem? Igen, és azok maradtunk. Hát mi azok maradtunk, és de mi? úgy 56-ban nem akartuk. Hát nem, nem, nem. Csak utána uh, lettünk csatlósítva. Szembe jöttek a lánctapak, és aztán ne, úgy maradtunk. De az az, az az, érdekes ebben, most látod, de én mit akartam ebből kihozni? Nem tudom, ha hát bele, belemélyedtél a dologba. Tehát, hogy ja, bocsánat, hogy mi voltunk az egyetlenek, akik, akik, a Szovjetunió felbomlásának a következményét nem polgárháborúval éltük meg. Hogy nálunk ez vérontás ja, nélkül a volna csinálni, ahogy Antal József mondta. És a, a, és a, a Puzsér mondja tök És kell-e addig eljutni, gyerekek? Kell-e addig eljutni, emberek, vagy pedig most be kell fejezni az egymás zászló alá behúzását, a, m valakit megalázni, akár politikai, akár törvényi, akár adminisztrációs, vagy bármilyen szinten, mert mást gondol, mint amit én gondolok, ha ezt nem vetkőzzük nem vet le, akkor ezzel még el lehet szórakozni további generációknak az életét, de ők már mondjuk nem lesznek itt külföldön, fognak élni. De hogy, hogy, hogy itt a probléma az, az mindig ugyanoda jutunk vissza, az egymás rühellése azért, mert más a véleménye. Igen, hát igen, lesarkítva. Mind oda vezet vissza, de tudom, hogy én nagyon leegyszerűsítem. Mert nem, nem, nem egyszerűsítem, csak... te így globálisan gondolkodsz erre az egészről. Zavarunk, ez, ez meg na. egy ilyen választási eredmény elemzés volt az egész, egész dolog. Ugye, igazából az, hogy az, az Orbán kormány kétharmados többséget szerzett negyedszerre, igen. Negyedszerre, az az nem az ostoba fogatlan fideszes szavazóknak a hibája, hanem annak az ellenzéknek, aki olyan ígéreteket tett az ő mögéjük beálló embereknek, akik hittek nekik, hogy ez nem történt meg. Ö, igen, lehet itt megint keresne bűnöst, és, és akkor a... csak annyit akarok még mondani, be ezzel... is hogy ér. le, oké, okay, tök jó. <laughs> uh, ha ez megtörtént negyedszerre, és ugye mondhatjuk azt, hogy a nagy százalék az ellenzéknek az mindig valamilyen szinten ebbe benne volt ebbe az egészbe. A kevés új ember bukott meg most ezzel, hogy el tudod képzelni, hogy egy ilyen vereség után, nem negyedik, egy ilyen vereség után Németországban az ellenzéki pártok vezetői mit csinálnak? vagy külföldön, a nyugaton a nyugaton mit csinálnak lemondanak. fő reggel már le kellett volna mondani. Ez az ellenzék, aki azt mondja, hogy Magyarországnak a nyugathoz kell tartoznia, és a nyugati sémát kell uh, magára vennie, és azt szerint kell lélegeznünk, az EU, legyünk, álljunk már végre egyik oldalra, uh -huh. ez nem követi el azt magával, amit megkövetelne, amit megkövetelne a, a, egy, egy nyugati bukott amit pártnak elvileg A követ, igen. Tehát tényleg, ez, igen. Nem, ez nem érdekes? De ez is nagyon érdekes, igen. Egy napig volt ment a lamentálás azon, hogy akkor elfogadjuk-e, hogy bemegyünk-e a parlamentbe. Jó, hogy bemegyünk, baj, be az egy millió négy. Ugye vagy, hát bemegyünk. Igen. Tehát az egyik legnagyobb rákfené ennek a, a dolognak nem feltétlenül feltétlen Orbán Viktor a, a piramis csúcsán, hanem a, a piramison kívül álló, vezetők, akik rengeteg-rengeteg mm. fiatalt e, bíztattak arra, hogy álljanak be mögéjük, és rengeteg-rengeteg ingyen ingyenmelóval segítették őket ehhez a vereséghez. Mm -hmm. Amiért Iszunyatos nincs Márki Zaj az egyetlen rákesen. felelős, aki még talán felelősség is viselkedik azzal, hogy nem ül be a parlamentbe. Ez volt a péntek. Itt lezárjuk? Ez, igen. Akkor Jani focis Ez például jövő van. hét pénteken. Ja, igen, nem, hogy a közösségi oldalra írtam ki, aztán érdekes íze volt, mert én nem szoktam kommentálni, tehát öt évente egyszer kommentelek valami alá, és most se értem, miért csináltam. De tényleg rühellem az intézményét is, mert tudom, mert hogy ott is csak a gyűlölködés jön szembe, tehát ugye, nem akkor lehet kommentelsz, kijönni hogyha... Hogy? Nem lehet jól kijönni belőle. Na, nem, 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 nem. Tök, mindegy, tök mindegy, hogy mit csinálsz, mert aki nem akar észérveket megérteni, ami szerinted észérv, uh... Annak nem fogod tud azzal nem fogad tudni elfogadtatni, és a, amikor ő ráttör a saját érveivel, azt meg te nem fogod helyből elfogadni. Szóval ezt nincs értelme a kommentelésnek, gyűlölöm az intézményét, de valahogy így nem bírtam ki, mert a, én sportoló példák jöttek, tudod, hogy a, hogy a, most a, ki az ügyes, meg ki a béna a kormány, vagy az ellenzék, és akkor a különböző kommentekben, hogy egyik ez volt ügyes, a másikban az volt a béna, és hogy. A, és hogy mondtam, és utána eszembe jutott, hogy ügyes, hogy most már én is akarok egy példát, legyen mondjuk focis, hogy ügyese az a csatár, aki előtt szaladnak a játékvezetők, hogy fölrúgják a védelmet. <laughs> játékvezetők? <gül> Mindenki képzelje a helyére az intézmény. Még nincs meg nekem, de majd gondolkozom rajta, <laughs> miközben a hétvégén harcsákat fogok kergetni a Dunán. Hajrá, kergesd őket! Ez volt a péntek, reméljük, hogy jövő héten is velünk tartasz. Félig, mert én megmondom őszintén, szeretném megtörni a politikai vonalat, hogy nem azt mondom, hogy egyáltalán ne csak tehát az érdemeinek megfelelően kezeljük a, a, a politikát Következő ebben a műsorban. Éve. Ja, műsorban? A, Jó. Tehát, pont annyi ha van valami téma rá, igen, igen, azt legyetek, legyetek szívesek le. Én is már szerintem sokat... Külföldre szívesen, szívesen. szívesen. Igen. Sokat elemeztünk itt politikailag, meg minden, és nem így indultunk ennek a dolognak. Pontosan egy évvel ezelőtt. Pontosan most. egy évvel ezelőtt, áprilisban kezdtük, Jani. Tényleg. Na, akkor most megtanultuk a leckét. Igen. Új fejezet kezdődik. Új fejezet, úgyhogy valami... Legyen a neve Svájc. Jó. Kelet-Svájc. Kelet-Svájc. A péntek teljesen megújulva témailag és tartalmilag, mert elegünk van. Jövő péntektől folytatódik majd. Ugyanígy a Hockey Studio Facebook oldalán, YouTube csatornáján. Tessék ezeket bekövetni, tetszik elni, és állítsd be a sorrendben elsődlegesnek, hogyha lehet, mert kövesd Doninak az értesítéseit arról, hogy mikor mi következik a csatornán. Ezen kívül pedig, hogyha a podcast formában érdekes, akkor utólag tudod visszahallgatni a műsorokat a Büszke Kutya Podcast csatornáin, Apple, Google, Spotify, RSS, Deezer, Podcast.hu, ahol tetszik. Instagram, Facebook, Twitterje is van a félfülűnek, a Büszke ott is tessék fölállni. Itt volt ma Tóth Dani. És Gábor János, köszönöm a részvételt, nem jöttél volna egyedül, kellett volna magammal beszélgetni. Köszönjük, hogy figyeltél, és itt voltál, jövő héten találkozunk. Szavaztok. Szia.